képzés. Orvosháza lett a székhelyem a Kodolányi Főiskolának. Különleges vízió, egy őrült naplója a Jókai Színházban. Jelmezes futás, idén két napos lesz a farsangi futóverseny. Jó napot kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják. Országos múzeumi és könyvtári fejlesztési program indult 2 milliárd forint értékben, jelentette be csütörtökön Szentendrén Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának kultúráért felelős államtitkára. Ebben uniós források igénybevételével olyan módszertani fejlesztéseket valósítanak meg, aminek segítségével a kulturális intézményrendszer, az esélyteremtés és a felzárkózás ügyét az iskola rendszeren és az azon kívüli oktatáson keresztül is szolgálja. Az államtitkár hozzátette, ezzel a hagyományosan jó köznevelési együttműködéseket emelik még magasabb szintre. Egy fantasztikus többletet jelent, hogyha a kulturális intézményrendszer lehetőségeit igénybe véve az iskolás korosztálynak lehetőséget nyújtunk arra, hogy a ismeretek bővítésében ilyen körben jussanak hozzá új kompetenciákhoz. Ha ebben hiszünk, akkor ezt szolgálni is kell, hogy bevonjuk a múzeumi terület megújulásával együtt a szakember képzésbe ezt a lehetőséget. Szerdán tették közzé azt a rendeletet, amely szerint kompenzálják a szociális területen dolgozó civilek minimálbér emelését. Az együtt szerint ez ugyan orvosolhatja a problémát, de az még mindig kérdéses, hogy mikortól lép életbe a változás. A szülők meg már még idősebbek, akik eddig segítettek, tehát azért nekünk nagyon nagy szükségünk van a segítségre. Az együtt kormányhivatal előtti sajtótájékoztatóján egy idős hölgy is megfogalmazta, hogy milyen fontos számára a házi segítségnyújtásban érintett civilek munkája. Körömi János, a párt Békés Csabai elnöke kiemelte, Békés megyében 5000, az országban pedig 100 000 ember ellátásáért dolgoznak ezen a területen. Nagyon fontos lenne, hogy az ellátások, amik a gondozottakat illeti, azok megmaradjanak, mivel a gondozottak létszáma azért növekszik, illetve hogy a dolgozók is biztonságban érezhessék magukat, tehát meg tudjuk adni nekik azt a szakképzett minimálbért, amit most kötelezően elő van írva. Az állami szférához képest hosszú heteken át tisztázatlan volt a szociális területen dolgozó civil szervezetek minimálbéremeléshez kapcsolódó kompenzációja, hangsúlyozta a párt Gyulai elnöke. Bot Tamás kiemelte, a szerdán közzétett rendelet ugyan megoldhatja ezt a kérdést, de az év már több mint egy hónapja elkezdődött. A döntést pedig már tavaly is meghozhatták volna. Az év nem február 1-ével vagy február 2-ával, hanem január 1-ével kezdődik. Már az előző év végén tisztázni kellett volna a legapróbb részletekig menően finanszírozás forintra fillére, hogy kinek mi jár, mennyi az a plusz forrás, amit például a szociális szférában dolgozó civil szervezeteknek is meg kell kapniuk, mert mondom, itt egy nagy Békéscsabai, Békésmegyei és országos problémáról van szó. A politikus hozzátette, hogy még több tisztázatlan részlet is van, hiszen a rendelkezés nem rögzíti, hogy mikortól jár a kompenzáció, és az sem, hogy visszamenőleges lesz-e a finanszírozás. Védőháló a családokért címmel írt ki pályázatot az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Megközelítőleg 6 milliárd forintot osztottak szét az ország olyan civil szervezetei között, akik magukénak érzik a családi értékek képviseletét. A 154 nyertes közül többen a megyéből kerültek ki. A Békés megyei család esélyteremtési és önkéntes ház minden tevékenységével a hátrányos helyzetű csoportok problémáira reagál. Arra vállalkoztak, hogy 9 járásban összesen 200 szakembert képeznek ki arra, hogy a családi életre készítsék fel a megye fiataljait. Ezeken a módszertani napokon, akik részt vesznek, utána egy 6 napos képzésen, természetesen ingyenes képzésen, kiképződhetnek, majd órákon, akár tematikus órákon, civil területen, vagy az oktatás területén is délutáni programként családi életre nevelés órákat tarthatnak. A Mozgáskorlátozottak Békés megyei Egyesülete több mint 35 éve vállalta fel azt, hogy segítséget nyújtson elsősorban mozgássérült embereknek. Most az a céljuk, hogy szemléletet formáljanak, elősegítsék a társadalmi elfogadást, és minden hozzájuk forduló családnak valamilyen formában segítséget nyújtsanak. Roadshow-ként járjuk körül azokat a helyszíneket, ahol az Egyesületünknek helyi szervezete működik,
Ott szintén elsősorban a családok által leginkább preferált témákat fogjuk úgy kivesézni, de itt is nagyon fontos egyáltalán tájékoztatni őket, mik a lehetőségeik, mik a jogaik, hova fordulhatnak, mit hol tudnak intézni, hogyan tudják az érdekeiket képviselni, érvényesíteni. Ezeknek a céloknak az elérésében segít a Védőháló a családokért elnevezésű pályázat. Békés megyéből több mint 20 civil szervezet valósíthatja meg programját. Rendkívül gazdag olyan civil világ létezik Magyarországon, amely a családi értékek képviseletéért dolgozik a mindennapokban. Ezeknek a civil szervezeteknek az erősödését szeretnénk elérni ennek a pályázatnak a segítségével is. A vártnál nagyobb volt az érdeklődés a lehetőség iránt. 1080 kérelem érkezett több mint 40 milliárd forint értékben. Ez mintegy 6,5-szerese a rendelkezésre álló 6,2 milliárd forintos keretnek. A programok idén tavasszal indulnak és 2 évig tartanak. Január első felében 20-30%-kal több lakásbiztosítási káreseményt jelentettek be az ügyfelek, mint egy évvel korábban. Duplájára nőtt például a csőtörések száma a vízcsövek elfagyása miatt, közölték a biztosítók az MTI-vel. Az Alföldvíz ZRT szolgáltatási területén több mint 3000 vízóra fagyott el, a csőtörések száma megközelítette a 400-at. Békés Csabán összesen 628 elfagyott vízórát kellett kicserélnie a szakembereknek, 94 esetben okozott csőtörést a hideg. A szolgáltató már kiszámlázta az ügyfeleknek a javítás és a csere költségeit, így megkezdődhetett a kárigények benyújtása. Orosházára tette át a székhelyét Székesfehérváról a Kódolányi János Főiskola február 1-től. Az intézmény ezzel a lépéssel egy új tudományterület felé is nyitott, a terveik szerint az országban egyedülálló informatikai képzést hoznak létre Dél-Békésben. 3 éve kezdték meg a székhely áthelyezéséről az egyeztetéseket a felsőoktatási intézménnyel. Az orosházi önkormányzat a legutóbbi testületi ülésén 20 millió forintos ösztöndíjprogramot fogadott el, mely a térségi nagyvállalatok programjaival kiegészítve mintegy 300 diák képzését támogatná a jövőben. Hatalmas lehetőség nyílik számunkra és a városnak, és itt a térségnek is, azt gondolom, hogy Békés megyében ez az egyetlen egy főiskola, és nem elmegy, hanem ide érkezett, itt telepedett meg, itt gondolja a jövőjét. Nyilván mi is csalogattuk, hívogattuk, és olyan körülményeket próbáltunk számára biztosítani, amik kedvezőek voltak. A város egy belvárosi épületet is bérbe adott a főiskolának, ahol szeptembertől megindulnak a nappali tagozatos képzések. A Gyopárosi úti épületben pedig egy korszerű informatikai központot hoznak létre. A több mint 25 éves múlttal bíró főiskola hosszú távon tervez a várossal. Kiderült egy olyan tervezett fejlesztési koncepció van kibontakozóban, ami nagyon komoly tudományos kihívást jelent. Lehetővé teszi, hogy a Kódolányi János Főiskola más tudományterületeken is elkezdjen dolgozni, ami eddig nem volt a profiljában, ilyen például az informatikai terület, és erre Székesfehérváron nem lett volna lehetőség. A Kódolányi János Főiskola egyik célja, hogy egyetemi várossá fejlessze Orosházát. Az intézmény stratégiai megállapodásokat kötött a környék középiskoláival és együttműködik, a térség nagyvállalataival, cégeivel, hogy megfelelő piacképes tudást biztosítsanak azoknak. Most azon dolgozunk, azon munkálkodunk, hogy bebizonyítsuk a fiataloknak és az aktív korúaknak. Nincs értelme elmenniük, mert minden feltételt biztosítani fogunk ahhoz, hogy itt ők jövőképet megtalálják maguknak a családalapításhoz és az otthon megteremtéséhez. Ehhez ide kellett hoznunk a főiskolát, reméljük, hogy a főiskolát nem soká egyetemmé tudjuk változtatni, és a város egyetemi várossá tud válni, mind hangulatában, mind képében, mind pedig tudományos karaiban. Szeretnénk olyan inkubátorházakat, olyan műhelyeket létrehozni, amivel nanotechnológiás kutatásokat tudunk majd megvalósítani. Az informatika mellett fő területként jelölik meg az élelmiszeripart és a kutatásfejlesztést. Már folyamatban van a Tudományos Technológiai Ipari Park akkreditációja, tájékoztatott az országgyűlési képviselő. Hozzátette, a középtávú cél egy informatikai fejlesztési zóna a létrehozása, olyan vonzó befektetési környezettel, ami több ezer fiatal fejlesztőmérnököt tarthat majd Dél-Békésben. Egy személyes színpadi játékban álmodta újra a Gogol egy Őrült naplója című művét, Köllő Miklós rendező, Katkó Ferenc alakítását. Május 26-ától láthatják a nézők a Jókai Színház Sik Ferenc Kamara termében. Álmok és víziók, melyek nevetségessé válnak a nappal kiábrándító valóságában. Így lehet összefoglalni Gogol egy Őrült naplója című alkotását. Katkó Ferencet láthatja majd a közönség a fűszerepben.
Egy személyes színház, ami 1 óra 20 perc, vagy akár másfél óráig is elcsúszik, tehát az itt teljes koncentrációt igényel. Tehát ott gyakorlatilag minden percben neked kell a figyelmet magadra vont. Tehát nem is azt mondanám, hogy félelem, hanem inkább egy izgatottság, hogy tehát hogyan fogom tudni ezt felépíteni. A drámát a Békés Csabai Jókai Színház egyszemélyes színpadi játékként mutatja be, különlegesen használva a Sík Ferenc kameratermet. A rendező Pszichoaktív Színházat álmodott meg, melyben látomásszerű állapotot ébreszt a nézőben 20-30 másodperces videóbejátszásokkal. Egy időben megfogalmazódott bennem, hogy ez a mű egy újabb értelmezésre vár. Egy 21. századi értelmezésre vár. Olyan pontos, precíz, szinte orvosi vagy mérnöki pontosságú lélektani rajz, ami ebben a műben született, hát nagyon kevés van az irodalom. A feszültségekkel és szorongásokkal teli előadás bemutatója május 26-án lesz. 5. alkalommal rendezik meg Békés Csabán a Farsangi jelmezes futóversenyt. A kétnapos rendezvény kiemelt küldetése a jótékonyság, a szervezők és a résztvevők ebben az évben a Nyújt Segítő Kezed alapítványt támogathatják. Mozgás, vidámság és jó hangulat jellemezte a tavalyi rendezvényt, a szervezők pedig idén is hasonlóra készülnek. A jótékonysági megmozdulást 2013-ban rendezték meg először. A népes futócsapat tagjai azóta is folyamatosan segítik a rászorulókat. Eljutottunk odáig, hogy most már ez a létszám, akik ebben részt vesznek, ez megközelíti a 200 főt, és bízunk benne, hogy nagyon-nagyon sokan lesznek azok, akiknek van rá lehetőség, azok mind támogatják mind az esemény megvalósulását, mind pedig anyagilag hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy valamiféle módon támogassák a Nyújt Segítő Kezet alapítványt. A rendezvény a korábbiaktól eltérően két napos lesz. Február 18-án a Körösök Völgye Látogatóközpontban jelmezversennyel és gyermekprogramokkal készülnek a szervezők, de a mozogni vágyók futhatnak, vagy akár egy gyalogtúrába is bekapcsolódhatnak. Recskiné Bunzel Lévi a főszervező kiemelte, a résztvevők többféleképpen is segíthetik az alapítvány munkáját. Aki online előnevez, akár a futásra, akár a jelmezversenyre, kiválaszthatja, hogy milyen összeggel támogatja az alapítványt, és ez azonnal az alapítvány számlájára kerül befizetésre. Emellett a helyszínen gyűjtünk játékokat, háztartási textíliát, esetlegesen sporteszközöket, ruhaneműt, valamint a helyszínen is lesz lehetőség adományok átadására. A súlyosan, illetve halmozottan sérült fiatalokkal foglalkozó szervezet a gyerekek kommunikációját segítő eszköz megvásárlását tervezi a bevételből. A komplex terápiaként megvalósuló hangterápiás fejlesztés olyan sérült egyéneket, fogyatékos gyermekeket fejleszten, akik korlátozott kommunikációra képesek, vagy egyáltalán nem képesek beszédkommunikációra, de ugye tudjuk, hogy fontos szerepe van a testi kommunikációnak, mert a kommunikációnak, nonverbális kommunikációnak a hangterápiás fejlesztéssel ezeket a területeket lehet fejleszteni. A program második részeként február 26-án vasárnap az Árpád fürdőnél mérhetik össze a tudásukat a futók, akik több táv közül is választhatnak. Gőzerővel készül a bajnoki folytatásra a Békés Csaba 1912 előre labdarúgó csapata. A lila fehéreknek még 2 hetük van formálva lendülni, hiszen február 19-én játsszák idei első tétmérkőzésüket. A csabai gárda egy hónappal ezelőtt kezdte a munkát, elsőként a fizikai felkészülésre helyezték a hangsúlyt. A szakmai stáb szerint az edzőmérkőzések és az állapot felmérések után megfelelő szinten vannak a játékosok. Nagyon jó szerintem, lassan, ahogy végzik ez a felkészülés, akkor ma minél jobban próbáljuk csinálni azt, amit elképzelünk, amit akarunk a bajnokságba. Szerintem jó, mindenki dolgozik, mindenki oda teszi magát maximálisan, úgyhogy teljesen rendben van. A bajnokságban a csabai együttes kapta a második legkevesebb gólt, ráadásul a felkészülési találkozók tapasztalatai is azt mutatják, hogy a védelem jól működik. A következő 2 hétben a taktikáé lesz a főszerep, a lilák a támadó játék hatékonyságán dolgoznak majd a következő napokban. Most pedig azok a finomított edzések következnek, amikor már tényleg a befejezésekről fog szólni minden, tényleg a csapatjátéknak az a apró szegmensei fognak előtérbe kerülni, amikre eddig nem volt lehetőség, illetve eddig nem azon volt a fő hangsúly, és most már az edzőmérkőzéseken is azon lesz a hangsúly, illetve azokat próbáljuk fókuszba helyezni, azokat a befejezéseket, a támadásvezetéseket, és azokat a felépített akciókat, amikre eddig nem volt lehetőségünk.
Az együttes keretében nem sok változás volt őszhöz képest, így a játékosok előtt adott az esély, hogy a feljutásért harcoljanak. Én úgy érzem, hogy teljesen jók vagyunk, hátul is, meg a csapat többi részében is. Szerencsére együtt maradt a csapat nagyjából. Szerintem jó szezon elé nézhetünk. A csabaiak február 19-én vasárnap Balmazújvárosban folytatják a bajnoki küzdelmeket. Ez volt már a Híradó. További híreinket és videóinkat a behír.hu internetes oldalon találják meg. Amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!